A Móricz Zsigmond Általános Iskola pályaorientációs napot szervezett, amelynek célja az volt, hogy interaktív módon segítse a fiatalokat a pályaválasztásban. Az eseményen a diákoknak lehetőségük nyílt arra, hogy a különböző szakmákat testközelből ismerjék meg. Kipróbálhatták azokat az eszközöket és technikákat, amelyekkel a mindennapi iskolai élet során nem találkozhatnak, olyan élményekhez jutva, amelyek gazdagítják ismereteiket és bővítik látókörüket. Illés Zoltán intézményvezető kiemelte, a program 2018 óta minden évben nagy sikerrel valósul meg. Az idei rendezvényen 20 különböző szakma képviselői, többek között fodrászok, tűzoltók, vendéglátóipari szakemberek, robotika szakértők, járműgyártók, asztalosok, bolti eladók és ápolók mutatták be munkájukat. Egy interaktív lehetőséget biztosítsunk a különböző szakképző intézmények programjaiból, lehetőségeiből. A szakképzési centrum, az Agrár Szakképzési Centrum jelen van szinte az összes iskolájával, az iparkamara is részt vesz minden évben a pályaorientációs napunkon. Az intézményvezető hozzátette, az ilyen események nagyban hozzájárulnak a diákok pályaorientációjához, hiszen a gyerekek nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is megismerhetik a különböző szakmák világát. A rendezvényen dr. Urich Attila alpolgármester is részt vett, aki elmondta, egy diák életében fontos mérföldkő, amikor egy magasabb szintű intézménybe lép. Különösen jelentős az általános iskolából középiskolába való átmenet, mivel ez döntően befolyásolja a fiatalok későbbi életét. Kiemelte, az alsós diákok jelenléte is fontos, hiszen számukra is értékes tapasztalatokat nyújthat ez az esemény. Nagyon fontos dolog, hogy még hogyha kisebbek is vannak itt, most jelen pillanatban itt a teremben, de hogy kapjanak arról képet, hogy mennyi minden van itt Nyíregyházán, milyen sokféle dolgot lehet választani, milyen sokféle iskola típusba lehet járni, és hogy a gyerekek, és ne csak a szülők legyenek képbe, hogy őnekik is legyen egy elképzelésük, hogyha már hetedikesek vagy nyolcadikosok. Nagyon fontos az, hogy a lehetőséget meg kell teremteni a választásra, hogy ki a képessége és akarata szerint tudjon a jövőjéről majd gondolkodni. Hozzátette, az önkormányzat elsősorban munkahelyteremtéssel segíti a fiatalok munkába állását. Emellett már hosszú évek óta működik az első lakáshoz jutók támogatási programja, amely segítséget nyújt azoknak a családoknak, pároknak és fiataloknak, akik Nyíregyházán szeretnének letelepedni. Továbbá különböző kulturális eseményekkel és programokkal gazdagítják a város életét, amelyek Nyíregyháza közösségi életének és imázsának szempontjából fontosak. Véleménye szerint ezek az intézkedések összességében teszik Nyíregyházát szerethetővé és élhetővé a fiatalok számára is.